becsengettek. Vége van a nyári szünetnek, kezdődhet az iskola. A pár napja még üres Szerencsi középiskola immár módosított névvel a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium aulája. Szeptember 1-én már ünneplőbe öltözött tanulókkal és pedagógusokkal telt meg. Az iskola idén a 63. tanévét kezdte meg 22 osztállyal és 636 diákkal. Az eseményen a tanulók műsorral készültek a nagy napra, hogy méltóképpen ünnepeljék meg az újabb tanév kezdetét. Mindannyian, hogy nem volt szabó, egyikünk se kért el mégis, mind itt vagyunk. Pici magból kikeltünk, mint nyíló virág. Ahány ember, annyi féle, csodálatos világ. Kisgyermekként tükörbe nézve magunkra ismerünk, de gyakran felnőttként se tudjuk, mit miért teszünk. Megpróbáljuk megérteni a természet szavát. Ahány ember, annyi féle, titokzatos világ. Gál András az intézmény igazgatója szerint jól sikerült az 5. alkalommal megrendezett gólyatábor. Több mint 109. évfolyamos növendék vett részt az elsősök avatásán. Az ünnepségen a gimnázium vezetője arról tájékoztatta az iskola közösséget, hogy 36 darab új széket vásároltak a régiek helyére, 20 darab új asztali számítógépet szereztek be, korszerűsítették a fő- és oldalbejárati ajtókat, 8 osztály megrongálódott ajtóit cserélték, és felújították a teniszpályát is. A 2016-2017-es tanévet 80 dolgozóval, 58 pedagógussal kezdik meg. Az ünnepség tanévnyitó szentmisével folytatódott. Nagy Krisztián plébániai kormányzó szerint a gimnáziumi évek voltak a legjobbak, hiszen akkor születnek a legszebb barátságok, és köttettek azok a szerelmek, amelyekre sok évvel később is mosolyogva emlékezünk vissza. Ebben az időszakban az ember úgy érzi, hogy mindent megtehet, mindenhez van ereje, az egész világ az övé. A katolikus pap szerint ilyenkor érdemes megállni, ugyanis ez a szabadság elmúlik. Az igazi élet arról szól, hogy helyt kell állni, bölcsé kell válni, és sok tudást kell magunkba építeni. Ehhez viszont szükség van az örök boldogság forrására, a hitre.